Sziasztok, ez itt a Teknőstanya, és a mai videóban végre eljött a jó idő, kit lehet tenni-venni, és amivel eljött a jó idő, ezért egy olyan teknőst hoztam el nektek a mai videóban, ami szintén a meleget szereti. Ez nem más, mint a sarkantyús teknős. Éppen befejeztük a kerítést apukámmal, ugye, mint már az egyik videómban említettem, ugye ezen sem láthatnak át, ezért az csak így fa. Ugye ugyanolyan magas, mint a többi, körülbelül ez ilyen 35 négyzetméter lehet. Van rajta egy ilyen kis kapu, ami ugye be tudjuk tolni a nagyobb teknősöket. Még nem mondtam, ugye ez a ketrec, az aldabrai óriás teknősöké. Ők is egy elég nagy teknősök, szóval nekik is el kell a nagy hely, úgy mint amit már említettem, a sarkantyús teknősnek. Át is megyünk a sarkantyús teknősökhöz. Ugye ezek a teknősök nagyon szeretnek ásni, ő a világ harmadik legnagyobb teknőse, egyben Afrika legnagyobb teknőse. Ugye ennek kint is nagyon nagy hely kell, mert említettem egy videómban, hogy neki mondjuk nem elég egy ilyen kis ház, tehát mondjuk neki egy ilyen egy pár négyzetméteres hely neki nem elég, tehát azt vegyen ilyen sarkantyús teknőst, aki tud azzal számolni, hogyha már megnő nagyobbra, akkor ő akkor is tudja, hogy hova rakni. Ami még ugye a sarkantyús teknőssel kapcsolatos, hogy nagyon szeretnek ásni. Ebbe az a rossz, hogy ugye, hogyha ilyen nagyon nagy gödröket ásnak, ilyen métereseket, akár tönkretehetik a kertedet is, ezért ajánlok olyan kifutót nekik, amiben nem baj, hogyha mondjuk, tudjátok, mondjuk nem szép a gyep, vagy nincsenek ott növények, ott az a lényeg, hogy ott olyan rész legyen, például ilyen lóhere, ők nagyon szeretnek, de mondjuk nem baj, hogyha megeszik. Ugye mi a sarkantyús teknősöket, amikor már jobb az idő, mi kiszoktuk hozni ilyen egy a napig, de este már bevisszük. Van neki egy ilyen egy négyzetméteres házuk, amiben, hogyha már jó idő lesz, kihozzuk őket, és egész nyáron itt lesznek kint, ami még nagyon fontos róluk, amit mi is szoktunk csinálni, hogy mindig gyakran fűtjük ugye a házukat, mert ugye ő egy afrikai teknős, neki a meleg kell. Ugye ő olyan teknős, amit már említettem ugye, hogy ás, hogyha leás mélyebbre, például napközben az hűvösebb van, de hogyha mondjuk a természetes élőhelyén ott éjszaka leás, akkor ugye a föld beszívja a meleget, ugye, akkor is tud magának nagyon könnyen meleget csinálni. Ahogy már megfigyelhetetek, állatkertekbe vagy otthon, hogy a sarkantyús teknősök háta sok esetben földes. Ez azért van, mert ugye amikor kiássa a földet, a hűvösebb földet, az első lábaival rádobja a páncéljára, azért, mert ezzel hűti le magát. Ami még ugye nagyon fontos, hogy amikor kint tartjuk teknőseinket, azaz kedvenceinket, mindig gondoskodjunk nekik kettő dologról. Az egyik, hogy legyen nekik friss ivóvízük, a másik meg, hogy legyen nekik árnyékuk. Ezért hoztam is neki egy ilyen USB-lapot, amit ide be is teszek neki. Hogyha melege lenne, akkor legyen árnyékban. Ami még ugye nagyon fontos információ, hogy több fiút nem lehet együtt tartani, max, hogyha nagyon nagy a területük, azért, mert verekednek a lányokért. Elérkeztünk a videó végéhez, tetszett a videó, iratkozzatok fel, sziasztok!